Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Indul a diákmunka szezon, adózás szempontjából felnőttnek minősülnek a munkavállaló fiatalok. Támogatásokat osztottak, tanulókat, civil szervezeteket és a lakosságot is segíti az önkormányzat. Díjátadás a szekszárdi tankerület köszöntötte pedagógusait. Jubileumi koncert, a Gajárda Kamarakórus 4 tagja is elismerést vehetett át. Idény alkalmi vagy szerződéses munkaviszony. Bármelyiket választhatják azok a diákok, akik a nyár folyamán belekóstolnának a munkavilágába. A diák munkára 15 éves kortól lehet jelentkezni, és a 25 év alattiak esziamentessége alanyi jogon jár. Véget ért a 2021-22-es tanév, megkezdődött a nyári szünet. Ez egyre több diáknál nem csak a szabadidőt és a szórakozást jelenti, hanem azt, hogy megkereshessék a hőn áhított kerékpár, autó vagy jogosítvány árát. Kezdetét vette tehát a diák munkaszezon. Azonban nem ilyen egyszerű a helyzet. Múzsik Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Tolna megyei igazgatóságának szóvivője, az ezzel kapcsolatos tudnivalókra hívta fel a figyelmet. Ugye a bejelentésükre, az adózásukra ugyanazok a szabályok vonatkoznak a diák szövetkezeten keresztül vállalt munkakivételével, mint más munkavállalókra, így ugye rájuk is vonatkozik a 25 év alattiak adókedvezménye is. Fontos, hogy a diák szülői engedélye 16 éves kortól dolgozhat, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanuló is vállalhat munkát. Ennek egyik feltétele azonban az, hogy a tanuló rendelkezzen adóazonosító jellel. Ha nincs, akkor igényelnie kell azt a NAV-tól, de ezt megteheti elektronikus úton is. A kormány által bevezetett 25 év alattiak SZIA-mentességét sem kell külön kérni, hiszen az alanyi jogon jár a maximum bruttó 433.700 forintos fizetésig. Ezzel legfeljebb havi 65.500 forinttal kereshetnek többet a 25 év alattiak, mint korábban. Fontos, hogy a munkaszerződésben meg lehet állapodni napi, heti, havi vagy órabérben, vagy akár teljesítménybérben is, de az a lényeg, hogy a diáknak meg kell kapnia legalább a minimálbért, ami napi 8 órás foglalkoztatás esetén havi bruttó 200.000 forintot jelent. A szakértő szerint érdemes felkeresni egy iskolaszövetkezetet, ahol segítenek a választásban és a biztonságos, szabályos munkavállalásban. A részletes tudnivalókat a NAV honlapján is megtalálhatják az érdeklődők. Közel 16%-kal nőttek a keresetek áprilisban, ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss felméréséből. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 507.500 forint, a közfoglalkoztatottak nélkül számolva 518.500 forint volt. A kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 349.700 forintot ért el, kedvezmények nélkül 337.500 forint volt. A bruttó átlagkereset 15,2%-kal, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset pedig 15,9%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Életet menthetnek a házszámtáblák. Erre hívja fel a figyelmet az Országos Mentőszolgálat. A mentők naponta 100-nál is több olyan riasztást kapnak, ahol minden perc, sőt minden másodperc számít, mert újraélesztésre vagy más életmentő beavatkozásra van szükség. A cím megtalálása még GPS segítségével sem egyszerű, ha hiányzik az utcanévtábla, nincs kint házszám, a lépcsőház betűjele vagy az egyéb jelölés. A keresgélés ilyenkor percekig is eltarthat, az időveszesség pedig életekbe kerülhet. A Magyar Postával közösen ezért erre a régi, de ma is létező problémára hívják fel a figyelmet a mentőszolgálat munkatársai. Újabb támogatást kapnak a civil szervezetek, tovább segítik a felsőoktatásban részvevő fiatalokat, és a viharkárokat elszenvedő lakosoknak is segítő kezet nyújt a Bátaszéki Önkormányzat. Többek között ezeket tárgyalta meg a képviselőtestület szerdai ülésén, 25 biztosítással nem rendelkező viharkárosult élt eddig a segítséggel. Május végén a dupla szupercellával érkező 4-5 cm átmérőjű jegek nagy pusztítást végeztek Bátaszéken. Nem csak a termésekben, de a lakóingatlanokban is nagy károk keletkeztek. A város önkormányzata ekkor felhívást tett közzé, hogy hozzájáruljon a lakásbiztosítással nem rendelkező lakosok kárának rendbehozatalára. 25 bejelentés érkezett, ezt is tárgyalták a júniusi testületi ülésen. Képviselőtestület végül is úgy döntött, hogy mintegy 1.070.000 forintnyi támogatást oszt szét az érintettek részére, melyek közül lesznek olyanok,
akik a kárukat teljes mértékben téríti az önkormányzat támogatás formájában. Itt is elsősorban az anyagi és szociális rászorultságot vettük figyelembe, és lesznek olyanok gyakorlatilag, akik a káruk 50%-ának megtérítésére kaphatnak lehetőséget az önkormányzattól. Összesen 29 napi rendi pontot tárgyaltak meg a képviselők, és számos más a lakosságot, illetve a városban működő civil szervezetet érintő kérdésekben is döntöttek. 2022 második fél évére egy újabb keretet nyit a mátaszéki civil szervezetek részére. Ennek az összege 2.750.000 forint lesz. A pályázati felhívást néhány napon belül közzé fogjuk tenni, és a civil szervezeteknek újra lehetőségük lesz arra, hogy a működésükhez szükséges forrásokra pályázatot nyújtsanak be Mátaszékváros önkormányzatához. Ezt augusztus elején el is bírálják, és a nyertes pályázók még az idén megkapják a támogatást a várostól. Ezen kívül a felsőoktatásban résztvevő és jól teljesítő bátaszéki fiatalokat is segíteni a település. Az év második felében is meghirdeti az ösztöndíjpályázatot, erre 2 millió forintot különítettek el. Már 12 igazolt majomhimlős van Magyarországon, tájékoztatotta a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az elmúlt napokban az NNK veszélyes kórokozókkal foglalkozó Nemzeti Biztonsági Laboratóriuma újabb 6 embernél igazolt majomhimlő fertőzést. A betegek valamennyien férfiak, a legfiatalabb 28, a legidősebb 43 éves, és többségük életvitelszerűen Budapesten él. A majomhimlő emberről emberre terjedő fertőzés, tünetei a kezdeti szakaszban rossz közérzet, fejfájás, izomfájdalom, nyirokcsomóduzzanat, majd megjelennek a kiütések, hólyagok, ezek jellemzően az arcon, kézfejen és tenyéren, majd az egész testen vannak jelen. Szekszárdért tenni akaró helyieket vár soraiba a KDNP szervezete. A kisebbi kormánypárt tagjai sajtónyilvános bejelentésen közölték, hogy egyre többen lépnek be hozzájuk, akik azt gondolják, a Tolnai megyeszéken sokkal jobban is ki tudná használni a pályázati rendszereket, mint azt az elmúlt 2 évben tette. Közös fotóhoz álltak össze a KDNP frissen kihelyezett táblája előtt a szekszárdi tagok az Arany János utca irodánál. A kisebbi kormánypárt itteni alapszervezetébe egyre többen lépnek be, ők pedig szívesen látnak mindenkit, aki jobboldali lokálpatriótának vallja magát. Máté István, a párt szekszárdi elnöke azt mondja, az elmúlt években a Tolnai megyeszékhely sok pályázati forrásról csúszott le, ők ezen változtatnának. Úgy gondoljuk, hogy most ideje lépnünk, és azokat az embereket hívjuk meg magunk közé, akik hasonlóan gondolkodnak. Elsősorban lokálpatrióta embereket várunk, olyanokat, akik tenni akarnak ezért a városért. A KDNP szekszárdi szervezetének már most is van olyan tagja, aki részt vesz a megyei jogúváros gazdasági bizottságának munkájában. Posta Zoltán áprilisban lépett be a kisebbik kormánypártba. Van egy ilyen szép mondás, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Azt látjuk, hogy a kereszténység most talán a legüldözöttebb vallás a világon. Látjuk, hogy Európában vesztésre áll a keresztény gondolat, és úgy gondolom, hogy helyben tudunk azért tenni, hogy ezek a folyamatok esetleg megváltozzanak, vagy minőségi változáson tudjanak keresztül menni. A KDNP szekszárdi szervezetének tagjai most 2 havonta tartanak taggyűlést, a soraikba pedig várják a megyei jogú városért tenni akarókat. Az idén eddig 50 baleset történt vasúti átjáróban, ezek során 19-en haltak meg, többen, mint tavaly egész évben, közölte a MÁV. A vasúttársaság és a rendőrség a nyári időszakban népszerű üdülőhelyek közelében folytatja vasútbiztonsági kampányát. A legforgalmasabb útátjáróknál tartanak közút és vasúti ellenőrzéseket, ezekhez kapcsolódva kvízzel és tájékoztató szórólapokkal is felhívják a figyelmet a körültekintő közlekedés fontosságára. A figyelmetlenség és a szabályszegés veszélyezteti a MÁV dolgozóit és az utasokat is. 2010 óta vasúti átjárós balesetben 15 vasutas vesztette életét, és többen súlyosan megsérültek. A szekszárdi tankerületi központ 2019-ben díjakat alapított a kimagasló felkészültséggel rendelkező, kiemelkedő munkát végző pedagógusok díjazására. A tanév végeztével ebben az eszendőben 10-en vehették át az elismerést. Végre újra jelenléti oktatással megvalósuló teljes tanévet tudhatunk magunk mögött. Nagy szükség volt erre, hiszen komoly hiátusok keletkeztek a járvány éveiben, mind az oktatás, mind pedig a nevelés területén. Ezek leküzdésében óriási teher nehezedett, és nehezedik még ma is az iskolákra és a pedagógusok vállára. Gezsely Péter, a szekszárdi tankerületi központ igazgatója köszöntötte a pedagógus napi ünnepségen egybegyűlteket.
Arról beszélt, egyre nagyobb korosztályos távolság van a gyerekek és a még pályát teljesítő pedagógusok között, ami külön kihívást jelent a katedrán állók számára. Folyamatosan változik a világunk, ugye láttuk ezt az elmúlt 2 évben is, csak a koronavírus járvány miatt is milyen helyzetbe került a pedagógus társadalom, hirtelen kellett megoldani a problémákat, hirtelen kellett új technikákat alkalmazkodni, és ez az alkalmazkodási kötelezettség, ez ugye szerintem ott van minden, a mindennapokban. Fejlődik a technológia, változnak a gyerekek, változnak a szülői, a társadalmi elvárások, és ezeknek meg kell felelniük, és ez rengeteg munka. A mindennapi kihívások között a szakma egészen válságot él meg. A körülmények, melyek körülveszik az iskolát, nem a pedagógusok számára kedvezőek, mondta Bogárné Balog Andrea, a Dunaföldvári Beszédes József Iskola díjazott pedagógusa. Nagyon nehéz olyan fajta jövőképet mutatni a fiatal pályakezdő pedagógusoknak, ami ezt a szakmát vonzóvá teszi. Viszont van egy olyan lehetőségünk, hogy a saját intézményünkön belül, ha egy jó közösséget alakítunk ki, egy jó mintát adunk, egy jó szülői csapattal, jó kollektívával dolgozunk, akkor a fiatalokat az kárpótolja minden egyéb olyan hatástól, ami esetleg eltérítené őket a pályáról. Az idei esztendőben 8-an vehették át a tankerület kiváló pedagógusa kitüntetést, és 2 érdemelték ki a kiváló dolgozóknak járó díjat. 4 pedig munkájuk elismeréseként miniszteri elismerő oklevélben részesültek. Az ünnepségen elbúcsúztak a tankerületi központ 26 dolgozójától, akik nyugállományba vonultak a tanév végeztével. Idős nőt gázoltak el Dombóváron egy kapubejárónál. Az áldozat súlyosan megsérült, Delcsés sárkulés között pedig egy kocsi letért az útról az egyik kanyarban és a földnek csapódott, majd felborult. Ott a sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett. Ezeken kívül a rendőrök az elmúlt 24 órában 9 szabálysértési és egy büntető feljelentést tettek Tolna megyében. Koncerttel ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a szekszárdi Gajárde Kamara kórus. A jubileumi esemény keretein belül adta Gyurkovics János alpolgármester a Szekszárd városért a művészet erejével elismerő címet is az énekkar 4 tagjának. A szekszárdi Gajárde Kamara kórus jubileumi koncertjén adta Gyurkovics János alpolgármester a Szekszárd városért a művészet erejével elismerő címet az énekkar 4 tagjának. A díjat azok kapták, akik hosszú éveken keresztül szereplésükkel, aktív munkájukkal hozzájárultak az együttes hazai és nemzetközi sikereihez. A mostani fellépéssel egyben fennállásának 20. évfordulóját is ünnepelte a kórus. Szokás szerint úgy válogattam össze a világirodalom műveiből, hogy a legmélyebb, legértékesebb kórusművek szerepeljenek, és lehetőleg minden korszakot felöleljen. Tehát a 21. század is szerepelni fog, és hát több évszázaddal korábbi is. Az elmúlt 2 évben a zenekedvelő hallgatóságnak nélkülöznie kellett a kórus koncertjeit, most viszont szinte megtelt közönséggel az újvárosi római katolikus templom. Nagyon-nagyon örülünk, hogy egy színvonalas produktum, egy színvonalas kórusnak az előadásán vagyunk, akik komoly szerepet vállalnak Szekszárd kulturális életében, és nemzetközileg is ismertek, és ahogy halad az idő, mindig folyamatosan új célokat tűznek ki maguk elé, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy nagyon-nagyon színvonalas előadásokkal tudják szórakoztatni a szekszárdi lakosságot. Rövid nyári szünetet követően az énekkar megújult repertoárral várja majd a közönséget ősszel induló koncertjeiken. Regionális hírei következnek. Gondban a vállalkozások, nem találnak munkaerőt a Balatonnál. Több mint 209 millió forintos támogatás, logisztikai központ épül Bóly határában. Bringával a buszokon egyre népszerűbb a kaposvári kezdeményezés. Továbbra is komoly gondokat okoz a Balatonon a munkaerőhiány. A szállásadók és a vendéglátósok azt mondják, erős lesz az idei szezon, ám az áremelkedések és az, hogy nem találnak elegendő szakképzett dolgozót, sok vállalkozás számításait húzhatja keresztbe. A balatoni vendéglátósok többsége már májusban elkezdett készülődni a főszezonra, mostanra pedig egyre többen térnek át a nyári nyitvatartásra.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is erős forgalomra készülnek a vállalkozások. A növekvő alapanyag, illetve energiaköltségek miatt ugyanakkor a legtöbb helyen árakat emeltek. Mindennek meg kell emelni az árát, egy 30% az italoknak, ételeknek, mert szinte mindennek fölment az ára, a lisztnek, olajnak, az összes húsnak, zöldségnek, minden terméknek, a halaknak, úgyhogy sajnos a söröket is, üdítőket is, az összes ételt, mindent meg kell emelnünk. Az idei szezonra azonban nem csak az áremelkedések lehetnek hatással, hanem a munkaerőhiány is. Ezzel a kihívással szinte minden balatoni vállalkozásnak szembe kell néznie. Én is beállok a sorba a többi társaimhoz és tulajdonosokhoz, akik ugyancsak azt mondják, hogy eszméletlen nehéz munkaerőt találni, eszméletlen jó munkaerőt találni. Ezzel vagyunk mi is bajban jelenleg, mi is munkaerőt keresünk, félek attól, hogy szezon végéig fogjuk keresni. Akad azért olyan fiatal is, aki szívesen tölti a nyarat munkával. 2 hete vagyok itt a Balatonon, nekem ez egy új lehetőség. Szeretnék itt maradni a végéig, remélem, hogy ez egy nagyon erős nyár lesz. Az éttermek többségében a tulajdonosok és családtagjaik is beálltak dolgozni, hogy ki tudják szolgálni a vendégeket. Főképp szakképzett szakácsokra és felszolgálókra lenne szükségük, de ugyanúgy hiány van a kisegítő munkakörökben is. Több mint 209 millió forintos támogatásból épül kamionmosó és kamionparkoló Bolyha határában. Egy családi vállalkozás indította el a beruházást, amely a tervek szerint szeptemberre be is fejeződik. Az ünnepélyes alapkő letételen elhangzott, most érkezett el a helyi kis- és középvállalkozások ideje, amelyek fellendíthetik a megye gazdasági helyzetét. Alapkőletétel olvasható ezen a táblán, amit Bolyha határában helyeztek el. Kamionmosó és kamionparkoló építése zajlik jelenleg is a város határában, uniós, illetve kormányzati támogatásoknak köszönhetően. A beruházást egy családi vállalkozás indította el, akik saját forrásaik mellett egy több mint 209 millió forintos GINOP támogatási összeget használnak fel. Az ünnepségen a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy az ilyen fejlesztések azok, amik mozgatják a hazai gazdaság kerekeit. Hargitai János hozzátette, hogy a magyar beruházási ráta a COVID utáni időszakban 27%, ami más európai országokhoz képest kiemelkedő. 23-ban, a háború árnyékában a kormány úgy kalkulál, hogy ezt a 27%-os beruházási rátát tartani tudja az ország, sőt, talán 28% lesz. És úgy lesz 28%, vagy marad 27%, mert mind a kettő gyönyörű, hogy az állam a saját direkt beruházásait átmenetileg kénytelen visszafogni költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében. Ezért az elkövetkező időszakban az ilyen és ehhez hasonló fejlesztések nagy szerepet fognak játszani a mutatók javításában, tette hozzá a képviselő. A gazdaság szereplőinek most kell igazán előre tervezniük, most van szükség arra, hogy merjenek bátrak, innovatívak lenni. Ezt már a Baranya megyei önkormányzat elnöke mondta köszöntőjében. Őri László csatlakozva az előtte elhangzottakhoz úgy fogalmazott, a mostani nehéz helyzetben meg kell látni az új lehetőségeket. Az egyik legnagyobb verseny előnyünk Európában, ha jó tervek, innovatív elképzelések kormányzati támogatással, megyei támogatással tudnak párosulni, akkor ezek a tervek, ezek valósággá tudnak válni, és valóban meg tudjuk szüntetni, vagy le tudjuk kapcsolni Baranyát a leszakadó térségek területeiről. A tervek szerint ez a logisztikai központ szeptemberre már el is készül, de további bővítéseket is terveznek, mint kamionos pihenő kialakítása. Az eseményen elhangzott, hogy a térség fejlődését szolgálja a hamarosan az országhatári megépülő autópálya szakasz, az új Mohácsi kikötő és a jelenleg tervezés alatt álló Dunahíd is. Egyre népszerűbb a Kaposvári Közlekedési ZRT kerékpárszállítási lehetősége. Nem csak a somogyi megyeszékhelyre érkező vendégek, de a helyiek is egyre gyakrabban teszik buszra bringájukat, hogy aztán egy-egy nagyobb kirándulóhely közelébe érve két keréken járják be azt. Kaposváron már több éve lehet kerékpárokat szállítani a városi buszokon. Ezek a járművek úgy vannak kialakítva, hogy könnyedén feltolhatóak legyenek rájuk a bringák. Szabó Anikó leggyakrabban kirándulásaihoz veszi igénybe ezt a szolgáltatást. Nagyon jó ötlet, mert a belvárosban nem szeretek biciklizni a csúcsforgalomba, de Sadára szoktam kimenni a Toponári buszfordulónál, leszállok a buszról, és akkor biciklivel körbe tekerem a Desadát, az egy 15 kilométer, ez pont kellemes, és utána visszajövök busszal.
Kaposváron a nyári időszakban utaznak a legtöbben kerékpárral egy plusz vonaljegy áráért. Normál időszakban jellemzően ezt a szolgáltatást nem sokan veszik igénybe, viszont nyári időszakban, akik kirándulni szeretnének, kirándulni akarnak, és olyan helyen van a helyi busznak a megállója, ami közelben van egy turisztikai forgalomhoz, egy turisztikai látványossághoz, ott igenis igénybe szokták venni. Könnyű a biciklit feltenni a buszra, magukkal viszik és visszafelé, és könnyű ezzel a biciklivel visszaérkezni. A helyi buszokon kívül egyre több távolsági járaton is elérhető ez a szolgáltatás. A hónap közepétől újabb 9 menetrend szerint közlekedő járműre lehet feltenni a bringákat, az összecsukható kerékpárok pedig továbbra is a Podgyásztérben szállíthatók. A koronavírus járvány után most úgy tűnik visszatértek a vendégek a Balcsi gyógyfürdőbe. Az elmúlt hónapban már 12 ezer fős forgalma volt a létesítménynek, ami kimondott a jó eredménynek számít. Egy csúszási a fürdőbe! Míg a legkisebbeknek a csúszdás élménymedence nyújt remek szórakozást, addig a felnőttek jobbára a termálvíz előnyeit élvezik a Balcsi gyógyfürdőben. Évek óta ide járunk, most gyerekekkel először, de nagyon szeretünk ide járni. Nagyon tiszta, barátságosak. A közel 3 hektáros létesítmény nyáron 4 kinti medencével is várja a kikapcsolódni vágyókat. Sokan a szomszédos Baranyából érkeznek ide. Én már voltam itt többször, én szerettem ide járni. A fiamék azok meg most jöttek először. A fedett részen több gyógymedence is szolgálja a vendégeket. Az ásványi anyagokban kifejezetten gazdag, 56,5 Celsius fokos hőmérsékletű víz elsősorban a reumás és mozgásszervi panaszokkal küzdők számára kínál gyógyírt. 70 fölött, mondjuk már az ízületek nem működnek tökéletesen, és én úgy érzem, hogy jót tesz. Minden héten kétszer eljövök, és akkor itt váltogatom, hol a melegebb víz, hol a hidegebb víz, és így próbálom magam kezelni, frissen tartani. A koronavírus járvány alatt sokaknak hiányzott a fürdőzés élménye. Amikor lehetett úgy jönni, akkor havonta, két havonta jöttünk. A Balcsi fürdőnek komoly turisztikai szerepe van a város életében, hiszen a határ közelsége miatt nem csak a magyarok, de a horvát turisták körében is igen népszerű. Úgy tűnik, most ők is visszataláltak, számuk ugyanis a friss statisztikai adatok szerint folyamatosan nő. Az energia, illetve bérköltségek növekedése ugyanakkor itt is áremelkedésekhez vezetett. A tavalyihoz képest idén 20%-kal drágultak a belépők. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Indul a diákmunka szezon, adózás szempontjából felnőttnek minősülnek a munkavállaló fiatalok. Támogatásokat osztottak, tanulókat, civil szervezeteket és a lakosságot is segíti az önkormányzat. Diátadás, a szekszárdi tankerület köszöntötte pedagógusait. Jubileumi koncert, a Gajárda Kamarakórus 4 tagja is elismerést vehetett át. Szombaton gyenge hidegfront alakítja az időjárást, délelőtt elszórtan zápor eső, kisebb eséllyel gyenge zivatar is kialakul. Délután kitisztul az ég és zavartalanabb napsütés alakul ki. Vasárnap délelőtt zavartalanabb, délután gomoly felhőkkel tarkított napsütéses meleg idő ígérkezik. Hétfőn napos, csapadékmentes idő valószínű országos kánikulával, jelentéktelen felhősödésekkel. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!